Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Játékunk máma ismételten a Slaverian Tracker című játék. Annyi különbséggel, hogy most 4K-ban megy a játék, valós 2K a rögzítés, és ultra. A régi mentést folytatjuk, megnézzük, hogy mit csinál, és hát tippem nincs, hogy hol vagyunk benne. Ugyebár itt vagyunk konkrétan Balarsnál, de hogy miért vagyunk itt? És miért vontatunk egy kerék nélküli utánfutót? Az jó kérdés. Úgyhogy... A játék az egész halk, úgyhogy följebb kell húzni. Így. Ugyebár... Meglátjuk, hogy ezt hogy fogja viselni a játék motorja. Mert ha rosszul, akkor vezetés közben lejjebb veszünk, majd most ilyen 50 körüli FPS számunk van. Van egy futónk, rajta egy autó, amit el kell vinnünk közel a Bogdán tóhoz, Poniatowskba, a Food Factoryhoz. Hát a Food Factory is a miénk, az ott van lent. Mindjárt szavár szaladt. Az, hogy ez a futó még nem kapott kereket, jó kérdés. Van nálunk lőszer, fegyver, kolbi, lecsókolbi, kenyér, repairbox. Mink van a járgányba? A járgányunk a ifa, amin van. Hát szerintem a legegyszerűbb lesz, hogyha alszunk egyet. Mindjárt most billentyűegérről nyomatjuk, úgyhogy kiszállunk, és akkor ott víz van még. Ó, nem tudunk a ifába alukálni? Azt mondod? 23 óra van éjszaka, úgyhogy föl tudunk venni, van majd 30 millió dodónk. Kivettük a profitot legutóbb, úgyhogy az nincs. Bár innen nincsen messze a régi kecónk Guringsnál. Mennyi lónyálunk van? Ja, ennek a másik oldalt van a tankja. Liter van, hát ahol hazajutunk. Csodálkozok, hogy nem tudunk aludni a lifába, de mindegy. Beltéri világítás van, tetőablak, amit ki lehet nyitni, bár sokkal világosabb nem lett. Oda raktunk egy iránytűt. Viper. Ignition, hadd szóljam. If a dízel elindul. Headlights be, műszerek szépen látszódnak, hogy mi, miért, hogy miért. Ó, van turbo ezen a blokkon? Jó tudni. Kézifék, differenciálmű, hogy ne pörögjenek el, beltérfény. Na, most már akkor látunk is. Na, itt a blokkocskán. Ott ülünk. Nagy keményen. Víz az koppon van, ugyebár a lifának itt van előfölül a zumója. És hogy hallom, lejjebb is ment az alapjárat, akkor a automata szivató is fut. Nagyon nice. Kézit space-szel kiengedjük. Vipers, Interior Light, Diff-Lock, 2x2, 2x4, összkerékhajtás. Nem tudom, hogy az most működik-e, lehet, hogy működik. Így, refibem. Már csapatjuk is ezerrel.
van 40 frame-unk, annyira nem egy diavetítés. Van 5. fokozat is, nagyon nicer. Ugyebár így egy kicsit más játszani a játékot ilyen grafika mellett, mint mikor Homai Gyuri minden. Mert azért erre figyelt a készítő, hogy szépen lehet olvasni mindent. Úgyhogy azok a dolgok, amik ott vannak, azok közben elrángat a pót. Kidobjuk üresbe, mink maradt meg, vagy mink nem. Hát bebicskáztunk, az nem kifejezés, hogy bebicskáztunk fel, borultunk konkrétan. Váljunk be egyenesre. És hátsóba vagyunk. Összkerékhajtás. Hát összkerékbe el tud indulni. Akkor ezek szerint ezek is működnek már, ami előny. Úgy, állj csak vissza egyenesre. És megvan szerintem a hiba oka. Leginkább az, amikor a játékot elkezded, belódolod, akkor biztonsági okokból minden kéziféken, stb. Van, hogy ne guruljanak el. Ennek eredményeként ez is be van húzva, mint kézifék. Kattintással kiszedjük, kiüt el. Azt a mindenit. Be van húzva, mint kézifék. Szép mentés volt, ijedjen meg. Hát az NPC továbbra se figyel minket, ami nem baj. Abba az irányba lehet menni, Bástyané? Abba az irányba. Te akarjál minden áron nekem jönni? Úgy, arra. Go. Került ki a difát? Legalább megáll előtte, ami előny. Ez is azt hiszem újdonság, hogy nem akar minden áron neked menni. Ettől függetlenül csak azt csinálja. Hát kitollak akkor az úton. Jó, hát akkor forgolódjál, ha neked ez jó. Ez egy kicsit belebágolt itt a földbe. Visszahúzzuk a élők sorába. Meg megpróbáljuk felborogatni. Ahogy. Ezen is van amúgy kézifék, vagy ő rajta még nincs, ő nem olyan okos. Cserébe a lába lent van. Aminek nem hiszem, hogy lent kéne lennie. Úgy. Igen. Te arra menjél. Mondom, arra menjél, arra. Hát széttologatlak, hogy neked minden áram én kellek. Ahogy. Na, talált egyenes utat. Úgy nézd, arra mehetsz. Nekem elnőssé. Úgy, arra. Arra. Mindegy, a lényeg az, hogy visszahoztuk magunkat egyenesbe. Ugyebár. Erre is figyelni kell, mivel felejtettem, hogy ugyebár ezek bekapcsolnak maguktól. Illetve ez is újdonság, hogy őnek letalpalva volt, mert hogy nincs rajta kerék. Hogy közben már lassan hajnalodni fog, mert már ilyen 2 van. Jó, akkor itt hagyja. Ő
kajak még forog egy darabig. Ja, hogy merre akart jönni egyenesen tovább, értem. Mindenesetre szép mentés volt, hogy nem gázolt el minket. Ja, hogy tájunk félre. Bástya kikerül. Megforgunk. Hát igen, a turbó sokat számít. Ötösbés kérdés nélkül megindultunk. Ugyebár ott hagytuk a leesett járgányt, amit el kell vinnünk. Így. Szerencsére nem befolyásol minket a idő. Bár a karakterem lassan pössenteni akar, úgyhogy megtesszük most. Ugye természet lágyul én a holdfényben. Amit hiányolok, azok az állatok. Mert oké, hogy sokat kiirtottam, de na. Most elviekben, ha minden igaz, Gurincz és Barátsz között vagyunk. Picaknál. Most kell nekünk majd egy F2 heavy mód. És ezt... visszadobjuk ide. Úgy. Csodásan nézel ki. Kicsit arra. Így. Na. Így. Igen, így tökéletes lesz. Úgyhogy mehetünk is tovább így a ifával. Amit ugyebár részemről annyira nem kedvelek, és nem azért, mert ifarasszista lennék, hanem mert csak ezeket kilőjük, ne zabáljunk fölöslegesen. Ne fel, ne boruljál megint. Bár vigyázzunk el a cumóra, közben megint jön ott egy bátor jelentkező. Tolunk egy negyediket. Szépen. Már bicskálik. Bum. Kerülj ki. Ő a tuning lada. Nagyon filózok, hogy hogy rakjuk be. Mert ez így kínszenvedés lesz elvinni. Azt már látom. Itt a póton mi van? De nem fér be. Van itt egy vaddisznyó. Meg rakla páru hova is. Nincs meghatározva, akkor az a miénk. Van egy helyünk, akkor téged elraklak, hogy ne csúszkálj itt. Mert akkor a két póttal nem nagyon görcsülök, hanem rángatózhatnak üresen magukba, mert jön fel a napocska ott.
hanem megfogjuk ezt a vackot, és behajtjuk a pótba. Ugyebár rengeteg bed, meg egyebek jött a játékhoz, szóval az IFA mellett ugyebár autószállító póttól kezdve rengeteg minden van. Amik ugyebár simán segítenek megoldani a dolgokat. Na, felrobbanunk? Na? Találj helyet magadnak. Szerintem nem is a járgány a baj. Komolyan rámesel? Jön a lada? Milyen csúcsforgalom van itt, kérem szépen. És nem is a disznyó. Hanem ezek a palalák a gond. Mert ezek lesznek a legnagyobb ellenségeink szerintem a szállításba jelenleg. Így, ez szépen breakert egyet. Remélem, hogy onnan nem szabadul ki. Mert téged elviekbe ide be tudlak hajtani. Így. Despavnolt, jó. Egy idő után, ha túl sokáig van beragadva, akkor respavnol a kocsi és az előny. Az NPC. Te folyamatosan csúszkálni fogsz? Ha csúszik, az nem jó egyébként. Jön fel a napocska. És ha megfordítunk kerékre. Akkor is csúszol, de kérdés, hogy meddig? Hát bugolsz, nem bugolsz? Ott megállsz? Na, ad nekünk előny, ha ott megállsz. És hogy nézem, széltében meg amúgy lenne is hely. Ott megfoglak, felemelek és elhajtalak. Akkor valamin felakadtál. Jó nagy rendetlenség van itt. Úgy. Te csúszszál neki. A boár innen gyere kifele. Hogyha téged annyira el akarnalak vinni, akkor elvihetlek itt bent is. Akár. Mert ott is nagyon elhaverkodunk, illetve el is tudlak rakni. Azaz, kezd úgy is éhes lenni, megzabálok egy bredet. F-fel megzabíztuk, és simán zsebre vágjuk. És akkor már is ez a része megoldódott. Kicsit igazítsuk ki, mert valami szerintem ezzel a trailerrel nem százas, vagy ha nem a trailerrel van a gond, akkor azzal, hogy mögötte van egy ilyen keréktelen. Azt még simán kinézem belőle, hogy attól bicskázik össze-vissza, meg szenvedi össze magát. Na? Beragadtunk a semmibe? Potétózd magad arra? Úgy? Négy kis dombocskán állunk, ezen ne csodálkozzunk. Menjél oda-vissza. Meg heavy objektet magad ide oldalra. Úgy. Hm.
Szerintem én ezeket hazafele akartam vinni, azért nincsen nekik semmiük megadva. Így ide. Így ide. Most nem kísérletezek velük, hogy ezeket is elvigyem, bár el lehetne. Az oda. Ez pedig oda. Így. Téged felzárunk. Téged bezárunk. És remélem jól fogsz ott benn viselkedni. Itt van egy toolboxunk. És más nincs. Mennyi lónyelünk van? 106 liter. Megint nekem jöttek. Na, megint te? Csodás csendélet. Erről csinálunk is egy print screen messzebbről. Ennyi. Jó. Ezért majd akkor visszajövünk, ne felejtsük, hogy Balarsz és a Home között vagyunk. Négy. Most már haladunk. És miért gyorsul a Brutusszal? De biztos, hogy azt raktam alá. Még így, hogy utánfutó is van alatta. Csak hát most már rángatózhatnak az utánfutók, mert elvégben most már bírjuk. Viszont így kezd egyre jobban tetszeni a IFA is, hogy működnek ezek a differenciálok, meg egyebek. Szépen megyünk, örök igazság, ha követed az oszlopokat, hazajutsz. És azon gondolkodák, hogy szerintem mi kikerültük a Home-ot. Azaz Balarsznál elmentem oldalra, mert ott ugyebár a térképnél van egy ilyen beugrónk, mert balra vannak a utak. Ez utolért. Jó, ez itt gyönyörűen el van. Jobbra-balra csúszkálhat, az minket annyira nem hat meg. Itt most tolunk egy bal kanyart. És követjük az oszlopokat. Csak mert a Home az ott a sziklán túl lesz szerintem. Már ilyen? Mi most? Mivel már haza úgyse akarok menni a Home-ba, ilyen céghez, de majd eljövünk valami offroad járgánnyal. Én most szerintem... Azon gondolkodok, hogy hol a krumpiba vagyunk. Tetszik, hogy meg van csinálva normálisan a füst is, ahogy a kifogó megy. Olyan ereje, hogy ez meg négyesbe is elindul minden nélkül. Na jó, kövessük ezeket, meglátjuk, hova jutunk. 6-os fokozat sajnos nincs. Na most levisz elvileg minket a vízhez. Viszont akkor rossz irányba megyek.
Mert a víz az Komsodrinksnél van. Komsodrinksnél? Nem, Kolovinál. És az ott a víznek tűnik, de az is lehet, hogy Sterlinkibe lyukadunk ki. Nem, szerintem elmentem lefele. Rossz irányba. Mindjárt kiderül. Majdnem alapjáraton megyünk ezres fordulaton. Hát egy biztos egy város van itt. És ez szerintem a kikötő lesz. Az a... Kanyar. Tudtam, hogy fel fogunk borulni. Na, nincs annyi mázlink, hogy felugorjunk? Nincs. Nem tudom innen visszarángatni? Nem. Jó, a kézit ott befogjuk. Itt is kell tudunk bagolni a tetőn. Vagy kijönni valahogy így. Jó, ez fontos, mert... Melyik blokk van benne? A Flint Diesel. Hoppá, kapott egy kis erőt. Hát igen, ez a 800 Nm az hasznos, hogy van. Ez meglátszik rajta. Úgy. Hát ebből is látszik, nem szabad ész nélkül menni, ökörködve. Különben csúnyán ráfázunk. Látványos, ahogy megyünk, ahogy gyorsul ez arra. Kár, hogy 84 a vége, de nem baj. Ugye már minél kevesebb extrán vagyunk, annál kevesebb üzemanyagot eszik. Ott meg egy homokvihar van. Na most látjuk, hogy majdnem felem van a tank. Illetve jó a töltés. A hőfok. A minden. Ott is van lent valami. Szerintem azt a nomádot megkerestük, mert az a garbage dump lesz szerintem. Vagy valami hasonló. Bár az úttól jobbra van. És az alsó X-ad meg még messze van tőlünk. Na mindegy. Nyomjuk neki. Ebbe így is van erő elindulni. Tehát egy 800 Nm meg... Viszont azon filozok, hogy akkor hol is megyünk le? Az útra valahol itt. Külső nézetben is van egy 40 frame rate-ünk, úgyhogy nem rossz. És ugye már a changelog-ban benne van, hogy a következő update az optimalizálás lesz. Úgy nyomom a féket, mint a barom. Inkább felborultunk helyette. Nem baj, jó ez. Itt kiférünk, nem férünk? Becsukjuk már. Gyerünk, ki akarok szállni? Nem baj, állítunk egyet az ugráson. Hozzá itt.
kedvencem a 80-as, az szerintem elég lesz. Kinyitjuk az ajtót. Így. Megmentjük magunkat, ezzel nem görcsölünk. Való életben ez már rég dettel végződött volna. Másik irányba akartalak borítani. Jó, hát akkor alád mászunk. Ó. Innen fölállunk. Nem nyert kis hangszórót. Tehát most sikerült minden irányba felborogatnom. Ebbe az irányba is jöhetsz felőlem. Haha! Átgurult rajtunk. Mázni. Egyre viccesebb ez az egész adás. De nem baj, én élvezem. Az adja meg a sava borsát az egésznek. Úgy, kicsit belebagol a földbe. Nem csodálom, én is belebagolnék a helyébe. Ahogy. Már azért egy lehetetlen utánfutó halmazt húzunk, mert ez, hogy nincsen rajta senki, kerék minden, és így is elrángatjuk, ez azért nem feltétlen a legegészségesen. Alónyából kb. A fele még megvan. Jó. Az 1 deciliter vizet megisszuk. Ennyi volt, szemetelünk most ide a semmibe. Abszolút utána sírok, hogy nincs FPS számunk. Ja nem G, rosszat nyomtam. Akkor F, így. Karakterünk szomjan pusztulkázik. Bal lent látjuk, és ugye a törzsi már megy lefele. Viszont záros határidon belül meg kell találnunk valami megoldást az útunkra, mert a fatigyunk nő. Úgyhogy ajánlott végre észre menni. Meg ha az úton maradnánk, se lenne egy hátrány szerintem. Szerintem. Csapatjuk neki. Szépen tovább előre, ahogy kell. Ha minden igaz, elmegyünk az oázis mellett. Ami nekünk azért fontos, mert ott is van már rejtek helyünk itt. Ugyebár az nagyjából minden megvan a mappon, amink lehet. Ha csak nincs új a nap alatt. Amiről nem tudok, mert nem figyeltem a changelogot vagy bármit. Vannak azért újdonságok, mint a sziklák is. Kicsit vissza kellett rakni negyedikbe, mert a ötödikbe nem nagyon akart megindulni szegényke. Egyébként a föllenyilakkal is lehet most már vagy egy ideje váltani a... ezen. A... fokozatokon. Nem csak a 0-tól 5-ig és 9-es, mint Lückwertz. 9-es, mint Lückwertz. Igen. Amíg nem nyomunk gázt, addig az automata koplunk lent tartja. Ami
Ennek köszönhetően a satúköt egyébként nyomom, mint a barom a S betűt, de nem nagyon akarta lassulni. Home sweet home. Ezt a lehet én néztem be, és simán csak hazafele tartunk, a home fele. Már valamiért úgy emlékszem, hogy itt van egy út jobbra. És ez az elágazó deázás, ami ott van alul. Aminek köszönhetően most a Goering's Home alatt vagyunk, mert mint mondtam, körbejöttünk szerintem. Azaz megkerültük azt a kis hegyet ott mellettünk. És ez miért villom? És ez miért villom? Ligatás. Headlight L. Forklift, indikátor, left, right, azért, mert az új verzióban ez már ki van cserélve az újrakezdett játéknál. Falkoma, periódad, az pont kettős pontos, veszős koma, periódad, az pont kettős pontos, veszős. Azért néztem, hogy miért indexelünk ezzelre. Elindgatjuk. Azaz balra indexelünk. Meg jobbra indexelünk. Na go! Úgyhogy igen, most kihagyjuk a home-ot, és tovább megyünk, és lemegyünk az oázis fele. Mindjárt ott is leszünk. Ott tudunk aludni, ugye Fatidzsurt megoldjuk. Majd a játék hangját itt lejelmezem amúgy nektek, hogy ne üvölcsön ennyire. Na, offroad Gyurika megint. Jönnek azok szépen utánunk. Amúgy érdekes, hogy a tükör low resolution-en van. Így 4K-nál is. De legalább kevésbé terheli a gépet, szóval annyira nem... nem sírok miatta. Csak jó, hogy van. Szerintem. Hát azért igen, az ifa mindenről híres, csak a fékjére nem. Azon leszek kíváncsi, hogy a kamazzal mizu. Az a kanyar után elvégben megérkezünk 30 FPS alatti világunkba, most is 29, a oázisba. Itt is vagyunk. Itt kint megállunk. Nullás. Ignitions off. Enter. És ki is szállunk. FPS számunk megint a legekbe, 40 fölött szépen megáldogálunk. És arra vagyok kíváncsi. Pistike még itt van, nagyon örül magának. Lerakati pontja, itt lehet venni nád a jóságokat. És továbbra is itt vannak az értékei, hogy merre, hogyan. Hát egy időben foglalkoztunk a bástyával. Most tudom, hogy Jocó 2 itt volt, de Gyuszó nagy fejével itt van, nagyon örült magának. Meg hát nézik ezzel a tévét, kérem szépen. Úgyhogy szerintem ez is jó pofa. Akkor ezekbe továbbra sincs semmi még. Meg itt se. Itt vannak a mi cuccaink, ebből tudunk majd eladogatni, ha úgy van. És hát a krokodjik, a mackó, a másik, és itt egy kicsit bugiztak, mert
össze van minden, és tőlem pár darab jóság, meg lőszer, meg még több jóság. Igen, durva buli volt. A zöld festék. Kilózok, hogy az kék marad, de aludjunk egyet. Van egy lámpánk is, ha mindenünk, az be van ide vezetve. Télen jó, nem irigylem, aki ilyen belakik. Maci se irigli, az is bólogatott, hogy nop. Aludjunk egyet. Most van délután 2. Jó, fáradt volt a Pistike. Este 10 óra lett. Aludjunk még egyet. Az éjség fáradtsággal tudunk mit kezdeni, meg a pössentéssel, de akkor legalább reggel induljunk el. Esik az eső. Hát nem baj. Ez a fa nekem tetszik. Összevizezzük, kérem szépen. Csak hogy nice legyen. Fontos a tiszta, üres hólyan. Akkor bezabizunk meg, iszunk. Még kíváncsi voltam, hogy ezek itt vannak-e még. Ezek állandóan respawnoltak innen. És van nekünk egy ilyenünk. És igen, ott van, kérem szépen. Ott az egyik. Azt hiszem ott volt a másik, ahogy villámlott, mintha láttam volna. A kacsa egy kicsit teret ugrik ott kint a világba. A máskad itt van. Ja, ott van mind a két krokodjik. Ott az egyik, ott a másik. Nice. Jó, a bort le is rakjuk egyébként a vadállatfejünket. Hogy az se legyen nálunk. Elfér itt bulizni a haverjaival. Oda mehetsz a sarokba be. A többire szükségünk van. Egy lecsókolbit itt bemajszolunk ezerrel. F betűvel megzabizzuk. És hát esőbe folytassuk az utunkat. Nem ér is ne. Úgy kell azt. Két szerencsére az ifa nem állik be, úgyhogy nem fog annyira meghatni. Bár erőteljesen filózok, hogy ezt a keréktelen futót itt kéne hagyni a francba. De... zél. Van. Van víz. Exit the river mode. Ezt felvesszük. És megisszuk. Na, pont el is múlt a szomjúságunk. Tetőt becsuktam, igen? Be. Jó. Hát akkor driving mode. Izzítsuk a vasat. Most ott vagyunk az oázisnál, Lupova van lent, illetve Magyar falu. És hát... ja... másszunk hegyet. Nem, most nincs kedvem végigvezetni. Úgyhogy megyünk a rövidebb úton, ami... egy ideje már nincs ingyen. Kíváncsi leszek, ha majd bekerül a játékba az a része, hogy a járgány tisztulhat, az például a szélvédő meg ilyenek, az milyen gépigényt fog eredményezni, vagy esetleg kibekapcsolható lesz a lehetőség rá, hogy akinek van rá vasa, az mondjuk nyomatja úgy, hogy tud tisztulni. Aki
amilyennek nincs, az meg nem. Mert például a kokainén szívesen vennék egy szélvédő tisztítást, mert például a Viper tök jó pofa, de nem sok értelme van jelenleg. Azon kívül, hogy mint látjuk, nem is töröl végig, mert például itt a Lifa ilyen, ami újkorában sem volt híres arról, hogy jól működjön, az napfénynél egyes helyeken nagyon látszik az, hogy ráférne egy alapos mosás mondjuk a szélvédőre, és hogy látom időnként kapni azért új cuccokat is itt a posztapokaliptikus világban, szóval nem lenne egy hátrány mondjuk, ha simán vehetnénk új szélvédőt. Úgyhogy mert most én így könnyen beszélek, mikor ilyen iparnagyhatalom mágnások vagyunk, de amúgy lenne rá igény szerintem. Remélem nem fogunk felborulni megint. Kidobtam inkább üresbe, hadd guruljon a lejtőn magától. Még ha pattog is. Ennyit arra, hogy nem borulunk fel. Jó, hát sokat számít benne az is, hogy a hogy az én vagyunk. Azért mögöttünk van az a két utánfutó adat, valószínűleg csak úgy magától nem borult volna föl. Úgy. Ezért kell a kézét mindig behúzni. Főleg te rajtad nem marad behúzva a kézifék. Vagy már nincs rajtad kézifék? De van, de offon van, ahogy látom. Rear lock on off. Lehet a forgást is zárolni? Handbrake, rear lock, lock. Agám. Hát ő egyenesbe állította magát, hogy ne legyen forgócsuklón. Meg lett az eredménye, kérem szépen. Nem baj, jó az. Ez is újdonság akkor. Tanulunk. Hogy milyen jó dolgokkal van tele a játék. Mert régen ez se volt benne. Hogy ez a forgózsámoly lock cumó. Én csak örülök neki egyébként, hogy ilyen apróbb dolgok is, mechanikai javítások is belekerültek. Nem? Nem akarjuk az ajtót becsukni? Észkelt az orrom, ideges leszek, csak nem tudom miért. A játék egyáltalán nem idegesít, szóval nincs miért. Jó, lehet amúgy, hogy most így kevésbé fog bucskálni, hogyha ez a lock így bent van. Így most utánfutóként, merev utánfutóként viselkedik. Na, no, filozofia, most merre is megyünk. Szerintem onnan bucskáztunk le. És arra tartottunk. Akkor belárt az eső, az ablaktörlőt is kikapcsolhatjuk. Az a jó ebbe a járgányba, hogy a nagy Brutus turbóval, meg ezzel a nagy köpcentivel, meg a mindennel nem nagyon kérdez, hogy mennyivel akarsz menni, meg hány másodperc alatt akarsz fölgyorsulni, így a nettó egy másodperc alatt van százon kategória, csak iszonyatosan lefogja az, hogy ugye már 80 most a limitálva, 80-90. Az valószínűleg lejtőn elszágulva egyedül képes lenne több elmenni,
De most ugye már vontatunk kettőt, van rajtunk áru, és így, hogy a diflok és a 2x2 is, 4x4 kerékhajtás is ki van lőve. Mi nagyjából folyamatosan alapjáraton megyünk, hogyha lehet hinni a kijelzésnek. Tehát betoljuk ezt a kettőt, aztán megindulunk, mert ez ugyannyira nem hatja meg. Nem mondod, hogy nem megy fel. Mi van veled ilyenben? Ugye féket nyomom, mint az őrült. De te így vagy 4x4-be? Nem, ez itt 2x2-be van, kérem szépen. Mehetünk másfele is, annyira nem zavar. Valószínűleg akkor csúszósá tették, hogy ne tud kikerülni a csempészeket. Összkerékhajtás az harcoljon, hát. Sok minden változott a játékban, mióta nem játszottam vele, szóval most a májusi elé update-es szintén olyan, hogy hújjaj, és pozitív értelemben. A lassan jár tovább érszerv az itt is érvényes. Kifutunk innen, hát most annyira nem zavaró. Meg lehetne már mondjuk lendülettel menni. Nem, ez itt kérem szépen direkt el van zárva előlünk. Hát csőgázzal megyek már, meg mindjárt felborulok, mert egyszerűen a föld összes nyomatékával sem tudok menni. Most ugye már diflokba csak a jobb első kerék hajt. Így meg ugye már a két első hajt elvileg, de azt nem értem, hogy akkor miért nem 4x4-be hajt. Opció, mert most a hátulja hajt. Amúgy addig szórakozunk, míg el fog fogyni a lónyálunk. Viszont meg kéne találnunk, hogy merre akarunk menni. Jó, az a pót már megint felborult. Ijesztegetsz itt, azt hittem már, hogy leszakadt róla. Ugyebár régi szabály volt az, hogy az ég fele megyünk. A oszlopokat követve jutunk haza. Azaz egész konkrétan Homsodrinksbe. Mert most ott a Balarsi hegy környékén vagyunk mellette. A alsó részen Saversnél, a Légbogdánnál. Hát anu ugyebár a kamazzal ezt megtettük, sőt az uazzal is üresen. Meg azért most rajtunk van egy teherautó, azt elé tegyük hozzá, ifa ide, ifa oda. Lehet, hogy én néztem be, és arra kell fölmenni ott. Hát megint felborultunk, ügyes vagyok. Nem baj. Hamarosan megvan az út. Kijumpolunk újra, és elmegyünk arra, hát.
Ezen nem múlik. Alágugolunk. És felállunk. Ahogy. Így. A nyors ülésnél át lehet esni a falon, ahogy át kell. Az a menekülési pontunk, hogyha gond van. Kocsi még jól viselkedik mögöttünk, valószínűleg az is befolyásolja egyébként a menet dinamikánkat. Mert pedig az, amerre mentem, az a leggyengébb. Na? Kérdés, hogy itt direkt fogy el az ereje. Vagy mi? Nem, úgy látom, felrángattuk magunkat most, jó? Itt az oszlop, mint mondtam, mindig az oszlopot követjük. Kérdés a túloldalt, hogy jövünk le. Vagy hogy hol jöjjünk le. Jó, ne fogyasszunk több lónyalat. Nézzünk körbe. Ez is új terep, szóval fingom nincs, hol vagyunk. Azt látom, hogy ide kerültek be szép nagy sziklák jelezve, hogy te erre bástya ne gyere. És ugye bármivel erőteljesen 1989-et írunk, ezt itt mellettem ugye már látjátok. Ott. Így olyat, hogy GSP, felejtsd el, van egy papírlapunk, és most valahol az oázis és a home közötti hegyekben, nagyjából ott a térkép alsó egyharmadának a közepén vagyunk, ilyen Savers magasságába. De hogy amúgy hol vagyunk, nem tudom. Itt a oszlop. És régen azt hiszem itt jesszeltünk el, csak hát azóta itt van egy baromi nagy szikla jelezve, hogy erre ne akarjál jönni bástya. Viszont azon gondolkodok, hogy ugyebár vannak csempészek. A csempészek meg 50 ezerért engednek át. Csak nem tudom, hogy azt most berakták a sima útra, címszóval a hosszú rövidítésbe, ami ugyebár ott a térképen a Balázstól balra van, az a cikcak vékony vonal a hegyen át, mert mi most annak egy hegyen lejjebb vagyunk, ugyebár Savers magasságában kb. Mert itt most átgyorsulunk a sziklán gyalog, remélem. És itt látnunk kéne valamit, illetve gyalog is megéri felfedezni ezeket a helyeket, mert sok jóság lehet itt. És ugyebár nem véletlen kapott egy csomó minden upgrade-et, meg tuningot, hogy csak úgy könnyen ne juss át, mert régen ugyebár sokan panaszkodtak arra, akik nyugtek, hogy jaj, hát tök könnyű, meg lehet kerülni, meg mi értelme van, meg ilyenek, hát az azért került oda, hogy egy, ha már egy kis életet akarsz belevinni a játékba, akkor ne akar megkerülni. Kettő, mint játékmechanika. Három, még mindig egy darab ember fejleszti, szóval szerintem ne legyünk telhetetlenek. Hát föl tudunk ugrani, úgyhogy te nem félek, és szerintem ott lesz a mit keresünk. Mert erre a gödörre még emlékszem. Nemes egyszerűsége kapott pár nagy szép sziklát, hogy akkor ti most Gandalfosan közlitek, hogy itt úgysem jössz át. Ott vannak a
Vagyis ide nem a legegyszerűbb följutni most. Ugye mindenen is. És ott van, ahova megyünk, a gyár. Balra tőle a tó. Illetve nem látszik, ott van, de ez maga a tó. Itt a távolban is van egy jóság, ami nem tudom, hogy azóta respawnolt, megújult, vagy bármi. Jóság, ami nem tudom, hogy azóta respawnolt, megújult, vagy bármi. Ajánlott neki. Ez a tó. A távolban jóság, ami nem tudom, azóta respawnolt, megújult, vagy bármi. Ajánlott neki, hogy valami járjon. Lehet, hogy abba az irányba tudunk bejönni. Hát fél. Hát ott is azt megkerülni érdekes lesz, akkor lehet, hogy ebbe az irányba kéne ellopakodnunk a járgánnyal. Mert ugye bár csak az oszlopok egy bizonyos támadnak a járgánnyal. Az ott nagyon megy. Már szemét mentünk el. Meg hozzá. Gyere ide akkor! Elsállt nekem ott a textúrába. Úgy. Ó. Egyet bevágunk. Elsállt nekem a textúrába. A vizecskét abból kiveszik az utcsót. Még ott van egy vízünk. Ugyebár a szalonnára megszomjadott a karakterünk. Úgyhogy most bevág egy csomó vizet. Úgy. Arra nem, meg arra se, akkor... Hát, hogy abba az irányba kéne feloffroadoznunk. Előttünk nincs lehetetlen. Tisztek. Ők engedjenek át szépen minket. Bár akár le is ugrathatnak. Üdv bástya, átengedsz? 50 000 dodóért. Szeparatista mondja, ha fizetsz 50 000-et, akkor keresztül mehetsz itt. Jó, ki is nyílt a kapu szépen. Szépen átférünk, szóval ebben nincs gond, ott is a kis zászlajuk. És satúhőzünk folyamatosan. Nem mondod, hogy megfordította? Csat. Éppen, hogy átfértünk. Itt voltak vadkutyák régen.
De mivel már kiirtottam őket, mint a francia, de nincsenek. Ez meglepett. Eddig ugye már attól jobbra volt, amit ahova mehettünk. Lehet, ez is megvan. Már kellett emlegetnem őket, valahol itt van vadkutya. Ott egy liba. Hát nem tudom, hol maradtak le. Valahol nagyon csaholnak. Na, de akkor még mindig van élő életforma. Nem haltak ki teljesen. Nekünk most a tó kell, illetve ott van a háttérben, jobbra, Tavers. Meg már csak elég a lónyá. Azt vágjátok, hogy 3-4 tankkal indultunk el? Ez, megint borulás lett belőle. Talpra vissza, jó? Ez már az is volt. Ugye már a fék ad nem sok ezen a járművön. Mi ez az útja? Ezzel megyünk be ide a gyárba, jó? Ugye hoztuk azt a kis járgányt, amit le kell adnunk. Megfelvehetjük a kis maninkat, itt van Gizmo, őrzi ezerrel a helyet. Jó, forduljunk meg akkor előbb. Nem fogunk tudni megforogni amúgy. Sokkal nagyobbak vagyunk, vagy de pont elférünk. Pont elférünk. Ha, ez nagy. Meg a tükröt se ütöttük le. Na, megjött a puci, hogy mondani szokás. Minden faja, minden jó. Ti azóta is itt vagytok. A karbantartó meg a gusztika. Bent van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,2 milla. Pontosan. Itt is van még munka. Visszavinni Koloviba. Cumót. Homeshorodunk be a vas. Bár vasműbe, Steelmill. Elvinni egy tankot. Az sem egyszerű. Szintén Koloviba elvinni 2 palettát, ami nagyjából apró pénzfizet többet vagy azt a járgány oda, mint amúgy. Akkor 2 goods konténert elvinni Lupovába, a Building Material Factory-ba, meg az olajrefinomítóhoz, ami itt van Sterlinki alatt Novocserkutától balra. Egy konténert, aha. Jó. És hova kell leadnunk a ott lévő járgányt? Azt mondjátok meg, idebe. Erre sem emlékszem, hogy ez itt lett volna. Ők vesznek sót, 4000 per zsák. Só az ott van a Dolgotov Shard Flatbe, ugyebár Comsodrinks alatt. Ott vannak gyorsulási versenyek is. Ott is meg kéne még nyernünk a dreget, hogy akkor megkapjuk a rakétaautót, de nem volt rá affinitásom még. Hát. Mindjárt kiderül, hogy ide kellett-e hozni a járgányt, a vasat, vagy nem. Ugyebár írja,
Igen. Út Faktória Bogdántó közelébe. Úgy tudom, más helyik nincs, ahova be tudnánk dobni bármit is. Lehet körbe járom már, ha van egy gyárom, akkor tudjunk róla, hogy mi hol van. Nem tudom, minek kellett ide ez a roncs. Amúgy. Bármiért és akármiért. Kikapjuk innen F2-vel. Úgy. El nem spavnolt, szóval. Biztos, hogy nem ide. Így. Mármint nem csak úgy ledobni kell. Hát remélem ide kellett hozni. Azt sem tudom, hogy mit ér amúgy, amiért ide kellett hozni. Ide kellett hozni, és hát sok mindent nem kaptunk érte. Valószínűleg csak egy szívesség volt, ha már úgyis erre járunk. Akkor csináljuk meg. Na mindegy. De ez megvan, akkor mehetünk is befele. Ezt akartam. Csapd le úgy. Ezt oda. Legalább egy küldit teljesítettünk. Akkor most begyorsulunk Saversbe. Kézi ki van engedve. Tényleg nagyjából porzó tankkal fogunk beérkezni. Ahogy azt kell. De nem adjuk fel. Pénzünk van elég, szóval... Szerencsére én apróságot minket nem gátolnak meg jelenleg. Ha... Ne borulj fel! Éppen gyorsulunk. Dárat vannak a város fényei. Elvileg illegális cucc nincs nálunk, mert azt már a másik városba is lekapcsoltak volna. Vannak kábelek is. És Wednesday van, Wednesday, alias... Szerda. És itt a kút előttünk. Balra csőrjük. Így. Na stop. Exit a driving mode. Hát... Útba leszünk valakinek. Nekünk jön? Nem, megáll előttünk. Okos, akkor majd ez spawnol. Nagyon nem hat meg. Gázolin, dízel és egy ugyebár dízel blokk, ha jól emlékszem. Ott írja is a dízel. Ez egy 7 literes Flint dízel, 170 lóerő, 813 Nm-rel. Úgyhogy itt a kis tankocskán 9,7 literünk maradt. Az azért szép. És hát rakjuk tele a bástyát. Pénzünk pörög lefele 1000-rel.
De hát annyira nem hat meg minket, hogy ez... sokba kerül, mert hát... cirka 50 ezerből teli vágjuk a járgányt. Jó lenne, ha itthon is csak ennyibe kerülne a lónyál, 355. És nem 600 fölötti értékeket látnánk a kutakon. Csá, bástya, semmit nincs eladó? Akkor nem veszünk semmit. Ide be lehet dobálni dízel meg gázolines barriert. 65 ezer meg 61 ezerért Nice. Akkor te vagy a... Eslav Grosseri, akkor te a kisbolt vagy, bár... Érdekes az írás módja. Jó estét! Vinnék kettő ilyet. Meg... Hullantunk meg motorolajon, szerintem van. Egyet zsebre vágunk, egyet meg fölkapunk. Jó, megint az F2 módba ragadunk. Ilyenkor kétszer megnyomod az F2-t, hogy kiéri, hogy F2 módba vagy és tanul vissza, és akkor jó lesz. Szóval téged akkor lerakunk. Meg lerakjuk a másikat is. Őt. Úgy. De behajtjuk a trófbárt. Nem most nincs rá szükségünk. Így. A lőszerfegyver maradhat. Illetve mindjárt nézzük a víz fullon, a radiátor fullon. A blokk fullon. Azt hiszem az ifának a középső része nyitható. Ez. Big Brutus turbo mérés, ne? Hiányzik belőle 2 deciliter olaj, kérem szépen. Ezt mindjárt pótoljuk is. Elveszünk. Bezártuk. Bezártuk, jó. Ajánlott rá figyelni, bárki nem tud folyni, egy zilesi tárdogál közben. 2 deciliter miatt meg kell vennünk egy egész kannával. Köszi. Bunkok voltunk, nem csuktuk be az ajtót. Hát akkor enterrel szálljál be. Enterrel szálljál ki. És ne szálljál be ki, mert elhagytuk az olajat, kiesett, hogy beszálltunk. Úgy kibagolt. Rakd oda magad és most szálljál be. Egy fog meg. És semmit nem látunk, mert miért is látnánk. Éjjel 1 óra van csütörtök. 6. hó 4. Így ennyi szerintem elég nekünk. Oda dobhatlak? Igen, fullon vagy, bezárunk. Téged is. Így. És gondolkodom, tehát vagyok. Most vagyunk Saversban. Innen itt van Novocserkuta. Öntről jöttünk be. Azaz magyar falu irányából, úgymond. Vagyis hát a faktírod gyár irányából, de ha azt most kiegyenesítjük, az oda megy. És akkor Sterling kim meg amarra van. Azaz arra lakunk mi.
Hát akkor amondó vagyok, induljunk útnak. Jó látni, hogy fullon van a lónya. Dorozsol a vas. Gondolkoztam rajtam, hogy vegyünk kereket itt a utánfutóra, de végül letettem róla, mert szerintem otthon van kerekünk, illetve majd a kis polszkinak is kell szerelni csomókat, azt hiszem, hogy össze legyen rakva. Ilyen szép komótosan elvezetgetünk hazafele, bekapcsoljuk a viperszt, és nem rángattatjuk össze-vissza magunkat, mert már rángatózunk. Így. Ilyen 50-60-al elgyorsulunk. Szerintem amúgy billentyűzetegéről is teljesen jól játszható a játék. A kormány egy külön kategória. Most ugye bár ilyen minőségben, ilyen grafika mellett is más játszani, meg az, mint hogy ultralógon van minden Full HD-n a laptopon, az is egy másik világ. A vicces, az így 4K-ba ultrán sincs 50% fölött terhelve a végia itten. Úgyhogy de itt maga a motor nem bírja még a világot. Kíváncsian várom majd a következő update-et, ezt most valában mindegyik részben elmondom. Ugyebár be van haragadva, hogy lesz optimalizáció meg minden. De azt kell mondanom, hogy még így is rengeteg minden került megint a játékba. Ugyebár ezek az utánfutók, stb. Másfajta bedek, meg egyéb dolgok javítva. Úgyhogy szépen mindjárt hazaérünk. És elérkezünk a záróórához lassacskán. Éppen ötrükbe fölváltottunk. Akkor mice-mice legyen. Ugyebár vicces az, hogy nektek adásban azaz a felvételen darabosabb a játék egy kicsit a 60 FPS-es felvétel miatt, mint itt a tévén a dinamikus framerate kezeléssel, meg a Nvidia-nak a Super Latency mindenével. Azaz élőben jobb a játékélmény, mint nektek a felvétel. És nem is a felvétel minősége véget, hanem mert ugyebár ott van egy fix szám, amit maximalizál a rendszer. Itt meg most egy dinamikus, ami ugyebár a 20 és a 120 között ugráló. És ugyebár a 20-an már diavetítés lenne. Viszont mégis egész szépen folyamatosan kezeli a rendszer. De most is ilyen 38-40 FPS között ugrálunk, meg 30-ra visszaesünk, meg bemegyünk alá. És időnként itt, hogy kipillantok oldalra a stream monitorra, közben ott van a házikon már, most egy jó nagy lag volt. Azt látom, hogy 24 FPS-en már én is bedarabosodtam. Nálam is, hogy itt előttem egész jó a világ. Még nektek azért vagy kívánni valót maga után. Na, megérkeztünk home. Viper off, ignitions off, és kiszállunk. Jó, a járgány üresen van, a lámpát fennhagyjuk, hogy lássunk. Itt a home sweet home, dupla főzővel. Ha jön a kis család, akkor legyen hely. Nyílják ki. Itt a lámpa, amit említettem, volt lesz, hogy ő mindig buszpavnol le, hogy bekapcsolva van, míg a többi ugyebár kikapcsolva. Ennek az egyik küldetésnél volt szerepe, hogy észrevegyük.
azért volt ott, úgyhogy én meg azt elhoztam magammal, így ő mindig így indul, hogy van. Itt egy UV 4CK sor 450-422 Nm-es dízelblokk, 6,5 literes, ez a IFA-nak a gyárja. Itt egy kis rejtett vipön, vannak itt különböző mapok, csempészetről, alapanyagokról, first aid kit, meg motorolaj, a pumpkin, de van ebből a kapcsolható verzió is. Itt egy radiátor a rusznak, a zakmatnak az 1%-os radiátora, car part adjuster, még egy kis cumó. Bemegyünk home, kapcsolunk villanyt, így. Meg itt is kapcsolunk villanyt, itt is van egy távcső, egy légpisztoly. Salonfüladok, de nem. Ezt végül már így rendeztük át, igen, itt van. Különböző törtények, a tévénk, a military bandázs, ami igen, nem bír magával már. Remeg, nem baj, biztos él. Ott van egy Anschluss cigaretta, ami relikvia, ezáltal eladható. Most látom, hogy a Novo Arms-ra rá van írva, hogy micsoda az, 7,62x54 rádius, FW-J, 20 rifle cartridges, 180 gram, 111,7 gram per történy. Ugyebár lőszer, egy 4-es meg egy 20-as, a kacsánk, ami megborult egy kicsit. Így. Oké, ez ugyebár kapcsolható. Itt egy kis vízaszomja halnánk, pár plakát, kíváncsi vagyok ezeket mikor fogjuk tudni felrakni, vagy már föl tudjuk rakni, csak én még nem tudok róla. Itt a Pentagon modell, ugyebár ez egy revolver, van lisztünk, hogy tudjunk sütni, porkunk. Van sárga festékünk, még víz, ezt is jó lenne majd használni idővel. Abba a gázba van, és abba is van. Sütőkben nem maradt ott semmi, az, hogy ki van szakadva a rácsad, vicces. Van serpenyünk, nincsen vizénk. Cumunk. Az ő mosolya veszélyes, és a tied. Felirat. Action, but nothing like this. Mindjárt dörren elén. Nice. De mit raktunk? Szerintem. Van itt szén, hogyha tüzelni akarnánk, sörike, még több víz. Évét bekapcsoltuk, de fel a production. Presents. Pierre Laci. Extrém körülmények közti túlélést érvényes. Hogy jól tudom, ez a készítő vagy a haverja. És akkor itt van egy olyanunk, hogy Channel Change. Zene van, ami copyright. Na, ez új. A hangerő le van húzva. The colonialist regiments withdraw, and the church accepts custody of these souvenirs of an embarrassing past. Csóri öreg, nem elég, hogy annyi kis jelvényt aggatnak rá. Az fájt, hangos volt. Hogy? Meg őt rángatták arra, hogy ezt a két zászlót elvigye. Jó pofa amúgy, így a tévében van adás. El is újdonság nekem, hogy ilyen adás megy, mert eddig volt benne kettő vagy három zene, meg ez a kicsenes cumó. Ott nyomatja a Bear Grylls-t.
Na? De remélem copyrightos. Nagyban megy áram, egy egész dokumentumfilm benne van. Igen. Random váltogat a csatornán, vagy ez a zene van csak, meg ennyi? Vagy van máshova váltás is? Nincs. Ja, hát akkor kilőjük a tévét. Az ennyit tudott. Akkor ki lettek szedve azok a számok, amik copyrightesek, és például az, ami ott van a többi helyen, hogy ott nyomatják a villamos megtársítat, lehet a Beers-be van benne, de lehet, hogy az egy külön adás. Az is egy kinézhető rész belőle, hogy minden külön van. Már reggel 6 van amúgy. Mint mondtam, vannak itt a légkerekek, meg pár alkatrész, amit itt a nagy lomba ott hagytam, és nem szeretik az igazat. Vannak itt ilyen szikladarabok, kol, szép nagy kupi, egy csomó vontatórúd, Poloska Suspension, még egy kis map. Hagytam itt pár állatocskát, mindenből egyet, kettőt. Hát két medve az biztos, hogy van. Hát igen, egy disznó, egy kutya, egy antilop. Ott az egyik krokodik, ott a másik krokodik. Itt egy rusty jerkin blokk. Ott a rusty benzines blokk, ugyebár el a gyárink az élbe. Akkor a V805 kettő is van belőle? Meg itt az él saját, nem is az él, a UAZ-nak a sajátja, még több kerék. Vas, beton, fa, minden játszik, majd rendet kéne rakni itt is. Látom, hogy van, amit fölborult, meg fölrobbant. Igen, ide raktam két autóroncsot, hogy akkor ezek még itt jók lesznek. És ha minden igaz, kis pószkit, meg a többit innen eltakarítottam, és bár itt hátul, ahogy látom, most már lenne helyünk. Kérdés, hogy majd erre tudunk-e venni telket például még. Most sem lenne egy hátrány kibővíteni a darab placot. De jól tudom, most szomszédulunk, ami ennyit takar, hogy elcsortam a szomszéd helyét. Ott a túloldal. És beálltam ide a munkaadó mögé. Szervusz Bástya, Mizu! Ide beraktuk a UAZ-t. Itt a lada, azzal mi történt? Kicsit magasan van a bástya. Az egyik kis polszki, a másik kis polszki egy nagyobb futó zakmat dízelblokkkal. Ez itt újdonság. És tudom, hogy ilyen nem volt-e. Ugyebár itt van rajta az autószállító bed a kamazon, ez is újdonság, itt ki vannak potyogva a dolgok, hullantok. Kis pók, ennek valamelyikének hiányzik valamilyen. Suspension van. Suspension van. 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 Van suspensionje. Itt is van. Itt is van. És itt is van. Miért emlékeztem, hogy valamelyik suspension hiányzik az egyik kis polszkiból? Ugye a blokkunk hiányzik belőle? A blokk is van benne, 100%-os állapotban. 21 lóerővel, minden 21-re képes. Olajbetörtés a dauna?
Van itt 100%-os, el is benzinös. Igen. 1,4 liter olaja 2,5-ből. Úgy. Zakmat. Ú, te. Igen, ott van még olajunk. 100%-os zakmat radiátor. És ebbe is a Flint Diesel van. De volt egy másik dízel még, nem? Ebben miért a 7 literes van? Hát itt az Akmat saját motorja, a 10 literes. Ami bár csak 210 lóerő és 637 Nm. Itt van két repair box is. Itt az ilecskénk. Benne a Yerkin dízelmotorral, meg a Big Brutus turbóval. Víz sincs koppon, olaj sincs koppon. Útja üres, a bedje. Lónyál van benne. Kamasz is majdnem tele van. Ez a kis pók félig van. Ez a kis pók is félig van. A Ludóval mi történt, hogy el így fel van állva ide? És csupa víz az egész, állik befele, pedig garázsban van. Ő majdnem koppon van, vagyis mondhatnám koppon van. Lehet, hogy azért van itt befeszülve, mert lebeg. Suspension 99%. Melyik blokk van benne? A nagyobbik Lada motor 106 Nm és turbót nem tettünk rá tudtommal, mert attól megőrül. Olaj nincs koppon. Ott a kis batterien. Álljunk be. Mit keres a Yerkin radiátor hátul? Mert nem a helyén van a radiátor. De nem, bástyáz, fel van emelve, kérem szépen. Csomagtartóban mindannyi földi jó, mint víz és toolbox. De mi történt veled, hogy te így offroadra meg lettél emelve? Nem emlékszem rá, hogy téged így hagytalak volna itt. Bár arra sem emlékszem, hogy beálltunk a garázsba, de az a legkevesebb, hogy a garázsba állunk. Na mindegy. De nem akadunk fenn nagyon. Éppen visszaállunk. Így. Oké. A radiátor mély van hátul. Lenne elől hely neki, szóval. Bár össze van kötve a kettő, szóval ezen nem nagyon. Hagyja meg, csak nem tudom miért raktam ide be hátra. Ráadásul nagy radiátor van benne, a Yerkin, ami nem is a dövé. Itt is van víz, meg egy telékkanna lónyá. Zuha, beindul. Abba is a saját blokkja van elvileg.
Zuha radiátor, 3 literes nagyobbik dízelblokk. És úgy emlékszem rajta, viszont volt turbó még hozzá, kicsi. Igen, ott is van. Még ha nem is hajlandó kiírni. Ott van Warwassler, harci fütty, és nyitott légszűrővel szeretünk veszélyesen élni. Ott, ilyen fucsutyú. Mondja, bár ott a hátulján lehet ezt becsukni, hogy ne állzunk szar rá benne. És ugye bár a ajtók is ugyanúgy nyitogathatóak, és neki itt a tankja, ami félig van. És benne is van fokozatváltótól kezdve sok minden. Mi van még itt ilyen, meg mi ez? A román moonshine. Ez csempészáru, nem? Van ott víz. Mi van még itt? Egy rádió leesve. Gondolom nem volt leesve, vagy helye nincs. Vagy valamit változtattak a modellen, és azért esett ki a rádió. Látványosan ott volt alul. Viszont itt nem látok neki helyet, ahova ezt be lehetne passzírozni. Differenciálmű ezen is van. Lehet, hogy a Zuhába már nem lehet akkor berakni a rádiót, ott egy majrévas van csak. Az ott az interior light. Mondottam, az a beltéri világítás. Az, hogy beázik a garázs, ez vicces, de legalább a jármű nem ázik át. Ablaktörlőt ott fönt lehet kapcsolni. Az is jó pofa. Ugyebár itt a kézifék, itt a magasabb a felső alsó tartomány, meg az összkerék kapcsoló, valószínűleg már ezek is működnek. Jaj, a rádiót így is tudjuk hallgatni, szóval ha annyira a rádiót akarnánk hallgatni, akkor az elmegy, az így is. Csak érdekes, hogy nincs sajátja. Úgy, mondta a turbó. Töltésünk maxon van, üzemanyag bő 3/4 körül. Vízhőfok alszik. De nem az az olajnyomás, az üzemanyag az fél fölött van egy kicsivel. És bár ott van egy kapcsoló, az nem csinál semmi. Kézi ki, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-dik nincs. Üres lükverc. Az nem csinál semmi. Kézi, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-dik nincs. Üres lükverc. Egem. Bicikli kerekeken, de tényleg. Pályagrénybe felvált. Hármasba. Négyesbe. Komolyan lóba jobban megy, mint ide hájkba. Nem. Csapadozunk, hogy ilyen gyorsan megyünk, hogy a fizika ki tudja magát számolni 110-nél.
Egyszer-mégyszer. De még működnek ezek a járgányok. Ha mi a sap vagyunk? Azt mondja a karakterünk, hogy szomjan szeretne pusztulkázni. Nem baj, most már kibírja. Így. Gyújtást levesszük. Ajtót kinyitjuk, ha éppen jó kedve van. Úgy. Bár a gombra nézek, nagyjából nem nagyon hagyja meg. Kis póz ki. Adj egy vizet innen. Bár haza is mehetnénk inni, de az most mindegy. Milyen ennek foglalkozzunk. Közben pössentenie is kell a karakternek. Marad 3 deci benne. Ja, majd át kell nézegetnünk a járgányokat, mert erre a futóra sem emlékszem egyébként a... Filózok ezerre, mert... De, szerintem ő volt az első futónk. Ez volt, amit meg tudtunk tartani, mikor leütöttek minket. És elloptuk a moréktól. Így ide föl lehet jönni, de csak azért lássuk a két garázsajtót, amit egyébként le tudunk csukni. Így. Jobban lesz a kocsi. Igen, kicsit arrább löki. Így. Jelenik az a másikra is. Na. Biztam benne, hogy nem fölrobbanva van itt már, meg szétesve. Szóval itt is lenne pár darab cumó. Egy semi trailer of goods-ot 5 tonnát kéne elvinni út faktoriba. A Sterlingkibe vagyunk, úgyhogy olyan messze nincs is. 19 doboz magyar íze grocerybe magyar faluba. Novocserkutába 25 dobozt, és 30 dobozt Koloviba. Szóval vannak küldetések és vannak lehetőségek pénzt keresni még. Illetve nem csak pénzt keresni, hanem mellette kis küldiket csinálni, az uvarozni, amiről szól a játék. Aha, és téged is ki tudlak most már adni, vagy eddig is ki tudtalak, csak nem figyeltem. Napi 11 ezerért. Ez a baj, ha kiadjuk, akkor már sehol nem lakunk. Mivel a másik helyet kiadtuk Jenciéknek, de... De minek, hoppá. El is felejtettem, hogy ti itt vagytok. Na mindegy. Nagyon szépen elfértek ott. A házon belüli pottyantós, mert angol vécére nem teli. Itt szépen szaglik, hogy látjuk, fúj, tele is van. Na mindegy. A hűtőben van pork, kolbi, hús, mindenféle földi jó. Na,
És hát sikeresen hazaérkeztünk. Mentsünk egyet. Ugye már itt is írja, hogy ne halt. Ennyi volt a mentés. Tetszett? Igen, ne felejtsetek el lájkolni. Ha gondoljátok, írjátok meg, hogy ti játszatok a játékkal, illetve legközelebb majd megnézzük, hogy milyen update-ek vannak még a játékon belül, ugyebár itt a különböző pótokat megnézzük, hogy milyen nem csak utánfutók, mint pótok, hanem mint bedek, azaz fölépítmények vannak a dolgokra, ugyebár megnézzük, hogy a kamaz mit csinál a autószállító trailer móddal, az sem véletlen van, úgyhogy vannak benne szépségek.